Hölgyeim és Uraim, tisztelt civil szervezet képviselő, tisztelt segítő, nagy öröm számomra, hogy lényegesen többen vagyunk, mint ahogy az előzetesen a visszajelzések alapján számítottuk. A 30 körüli visszajelzés volt, hát itt lényegesen többen vannak, szerencsére, hála Istennek. Úgy gondolom, hogy méltóképpen reprezentálva azt a széles kört, ami Eződerinben a civilek között megtalálható, minden területet úgy látom, hogy képvisel valaki. Műsorral próbálom nektek kedveskedni, de most is így történik. Bemutatom Havran Mihály urat, bocsánat, aki majd elmondja, hogy mit fog nekünk előadni. A történtú egyszer volt sógnak. Volt egy falu, és ebben a faluban jött le. Ez a leány olyan leány volt, hogy hát igen, erős távol tartotta magát a munkákat, de azért, hogy igyekezett mindig olyan legit keresni magának, hogy az pont javai. Érkezett a faluba egy olyan legit, aki, hogy így mondjam, hát pont jó. Egyetlen egy hibája volt, hogy az olyan sóher volt, hogy még enni is csak éppen annyit emett, amennyit kell. Nem voltam ilyen, hogy kocsmába jár, mert az pénzbe kell. És hát ugye a lány látta ezt, hogy ennek a legénynek igen sok pénze van, és ez a legény ugye hát járkál föl alá a város, és gondolta, hogy megfogja magának ezt a legényt. Hát úgy próbálkozott, hogy kiült a kapuba, és leste, amikor megy a legény. Amikor arra járt a legény, akkor fogta itt pillanatot, és felöltözött csicses faros ruhájába, és kiült a kapuba, és hát ott kölögette magát. Hát a legény csak van személy észrevette, de hát ugye a legény annyira sajnálta, hogy nem foglalkozott a lány, akkor megtól félt, hogy kieszik a vagyonát. De ha addig-addig járt rá, hát, hogy hát csak megkérdezte, hogy hát te Marisa, mit ülsz itt kín a kapuban? Hó, hát kérlek szépen, eszek. Hát mit teszel van? Hát ülök itt, aztán szívom be, az ájjel, szívom be, és azért majd jól van. Kérdezett a legény szemben, hát az levegővel ér, akkor ez nekem nagyon jó lesz, hát biztos nem szabásra. És már gondolta magát, hát akkor most ezt itt elintézem, nagyon gyorsan, és hát a feleségét fogom itt. El is ment haza, és mondta anyjának, hogy nekem ilyen leányom lesz, ez levegővel ér, ez nem eszik semmit, ez egy nem lesz probléma. Hát mondjuk nem volt ostoba a leány se, azért csak jölegette magását, visszament a legény, ugye megkérdezett, hát halad-e mars? Lesz a feleség? Lesz, mondta le. És aztán ugye meg volt a mennyegző, ugye aztán is, hát ott volt ez a nász éjszakas, hát ott volt, ami volt, hát én azt nem mesélem, mert lehet, hogy valaki tapasztalt, hogy mit történnek olyankor. És hát de történt, ami történt, és következő nap reggel, hát terült az asszony, hát látja a regény, hogy hát ez magának is terült. És már kérdezi, hát mondja, te, asszony, hát te nem levegővel? Hát én bizony nem tudom ebből, hát hallja valami gátett bennem az éjszaka. Már ha kiülök, az reggel szívom be a levegő, és alul megyek kifelé. Ha szívom be a levegő, és alul megyek kifelé. Hát mondott a legény, hát lehet, hogy csak volt hozzá köze, és ha mit fogok tenni, hát most már így, akkor megmaradt a kérdés. Pár héttel ezelőtt a vállalkozókat köszöntöttek itt a Városházán, most viszont már a civileké a főszerep. Hát ugye ez is egy hagyomány már itt a városban jó pár éve, de mióta is folyik ez a köszöntés? Ez most jó kérdés, nem tudom pontosan, de talán 3. éve. Fontosnak tartjuk a civileknek a munkáját a városban, és ugyanúgy fontosnak tartjuk megköszönni nekik ezt a tevékenységet, mint ahogy a vállalkozóknak azt, hogy a városlakóinak munkát adnak, ezáltal jövedelemhez juttatják a családokat. A civilek pedig színesítik a város életét, nem csak a programokban, hanem olyan feladatellátásban is, amit az önkormányzatnak nem kötelező feladata, de mégiscsak, hogy jó, hogy van a városban. Többek között mondhatnám itt a fogyatékkal élőkkel való foglalkozást, meg még sok minden más egyebet, ami nem önkormányzati kötelező feladat, de ellenben a városban van rá igény. De egyébként hány civil szervezetünk van, és ebből mondjuk mennyi olyan aktív, aminek a, mondjuk a hatása érezhető is a városban?
Hát a nyilvántartások szerint 64-et közelíti, most mai napon pontosan nem tudom mennyi van, de ez egy eléggé biztonságos szám, e körül szokott mozogni folyamatosan a városban a civileknek a száma, a civil szervezeteknek a száma. Ennek a 64 szervezetnek legalább az 50%-a aktív, olyannyira aktív, hogy szerintem az 50%-nak, tehát egy olyan 20 körüli, aki rendszeresen napi formában is tevékenykedik. Ebben még jobban belemenjünk, kik a legaktívabbak? Ezt nagyon nehéz lenne megítélni, mert mindenki a saját területén nagyon aktív. Az említett 20-21 néhány civil szervezet, azért nagyon nehéz megmondani, hogy ki a legaktívabb, mert hogy nagyon nehéz összemérni az almát a körtével. Az egyiknek például a sportszervezeteknek ugye szinte napi tevékenységük van, de például a fogyatékkal élőkkel foglalkozóknak, a Fogjunk Össze Közhasznú Egyesületnek, vagy a Mécsesnek, vagy a Tízváros Alapítványnak ténylegesen napi tevékenységei vannak, napi tevékenységet látnak el, de ide sorolhatnám egyébként a nemzetiségeket is, a nagycsaládosokat is, akik szinte napi rendszerességgel valamilyen programmal készülnek, illetve valamilyen módon segítik a ő vonzáskörzetükbe tartozó személyeket. Mezőbeni 2018-ban sem tud meglenni a civiljai nélkül. Szeretném leszögezni mindenek előtt, mégpedig azért, mert olyan feladatokat látnak el, ami nem biztos, hogy kötelező önkormányzati feladat, de biztos, hogy színesíti a város életét, biztos, hogy meglévő vagy menet közben létrejött igényeket elégít ki, ha csak végig sorolom a majdnem kötelező feladatokat a polgárőrségtől kezdve az önkéntes tűzoltókon keresztül, vagy mellé teszem azokat a segítő szervezeteket, akik a fogyatékkal élőkkel foglalkoznak, vagy a nemzetiségekkel, és aztán sorolhatnám tovább. Ennélkül Mezőberény lényegesen szegényebb lenne, és ezeket a feladatokat az önkormányzat egészen biztos, hogy képtelen lenne megoldani, sem kapacitása, sem forrásai nincsenek ehhez. Van egyébként olyan, mondjuk civil szervezet által végezhető feladat, ami jó lenne a városba, de nem létezik ilyen civil szervezet? Hát most kapásból erre nem tudok válaszolni, biztosan találnánk ilyet. Lehet, hogy éppen a légyfogó válogatottat lehetne itt fölhozni. Nem tudom, nem volt ilyen felmérésünk. Azért azt is tudni kell, hogy nagyon sokszor maga a feladatot ellátó generálja magának azt a feladatot, amit el kell végezni, vagy elvégez. Nem biztos, hogy magunktól eszünkbe jutott volna, vagy másoknak eszébe jutott volna, hogy a fogyatékkal élőkkel bentlakásos formában is lehet foglalkozni. Ezt a Fogjunk Össze Közhasznú Egyesület úgy érezte, hogy ezt neki csinálnia kell, illetve bentlakásos sem biztos, hogy mi magunk fölvállaltunk volna szintén fogyatékkal élőkre, nem is biztos, hogy eszünkbe jutott volna, a Mécses fölvállalt ezt. És arra vonatkozólag van valamiféle felmérés, hogy mondjuk Mezőberény lakosságának hány százalékát idézőjelbe foglalkoztatják ezek a civil szervezetek, mind akik részt vesznek benne, mind akikkel foglalkoznak? Nagyon rövid választ adok, nincs. Nincs ilyen felmérés, de úgy gondolom, hogy azért a város lakosságának legalább a 25%-át érintik ezek a civilek. Hát lehet, hogy alul becsülöm, de most így nagyjából úgy gondolom, hogy ezt minimum érinti. Először is a népesség demográfiáról szeretnék egy pár gondolatot megosztani. Lakosságszám 1424, ez a tavalyi évi záró adat. A születések száma utóbbi években 100 körüli, a 65 év felettiek közelítik az 1800 főt. Egyértelműen előregedő a lakosság, 16-17% a 65 év feletti, 0-18 év közöttiek 2050-ben 12% a lakosság. A lakosságszám csökkenés 2010 és 14 között 1,7% volt, a kistérségben azonban a legalacsonyabb. Ezt több alkalommal, több helyen is elmondtam, hogy egyáltalán nem vagyunk vele elégedettek, függetlenül attól, hogy tényleg a kistérségben a legalacsonyabb, Békésen 2,8% körül van a kisebb településeken, pedig még nagyobb. Itt a fiatalokat biztatnám, ahogy a fiatal ember is az előbb mondta, hogy harca föl. Nagyon fontosak a civil szervezetek városunkban, viszont hogy nagyon egyszerűen akarnék fogalmazni, akkor a vállalkozók hozzák a pénzt, a civilek meg, ha lehet mondani, akkor viszik a pénzt a várostól. Ebből kiindulva egyébként mennyibe kerülnek a városnak mondjuk a civil szervezetek? Hát, hogyha számszerűsítek, akkor nagyon sokba.
ha azt veszem, hogy milyen feladatokat oldanak meg, és más egyéb területen mit hoznak a városnak, akár a város elismertségébe, a külkapcsolatokkal, a városon kívüli kapcsolatokkal, akkor már nem biztos, hogy olyan sok ez. 13 millió forintot éppen meghaladja ez az összeg. Ebben benne van a vállalkozóktól juttatott 1+1% is, ami a tavalyi évben 2017-ben 656 ezer forint volt, ha jól emlékszem. Nem, nincs benne ebben az összegben az a természetbeli támogatás, amit az önkormányzat nyújt a civileknek, döntően egyébként a sportszervezeteknek, hogy térítésmentesen biztosítja a létesítmény használatot, amit, hogyha bérleti díjon számolnánk, akkor ez meghaladja 20 millió forintot ez a támogatás. Összességében egyébként, ugye, ahogy a vállalkozóknál itt is egy tájékoztatót tartasz a megjelenő szervezetek képviselőinek, körülbelül ugyanaz fog elhangozni, mint a vállalkozóknál, vagy van esetleg olyan, ami kifejezetten csak a civileknek szól? Van benne egy olyan blokk, ami a civileknek szól, kimondottan a civilekről, a civil tevékenységről, a 2018 évi eseményekről, programokról, ahova a civileket szeretnénk bevonni. Ugye a családok éve lesz az idei év, és ezen keresztül a város szlogenje mezőberény a családokért, a családok mezőberényért, ezekbe a programokba szeretnénk bevonni a civileket. Itt szeretném kérni tőlük, és megköszönni is egyúttal a tavalyi tevékenységüket, segítségüket, és kérni az idei évre is a segítségüket. 2018 a családok éve. Nem csak mezőberényben, hanem mindenhol. Ezért úgy gondoljuk, hogy egy ilyen szlogennel ugranánk neki a 2018-as évnek, a rendezvényeknek, a programoknak, a civilek támogatásának. Mezőberény a családokért, a családok mezőberényért, hiszen ez gyakorlatilag eddig is megtörtént. Nagyon sok alkalommal, hol az egyik, hol a másik, hol a nagycsaládosok, hol a másik harmadik szervezet, segített be programoknál, illetve oldott meg olyan feladatot, ami ténylegesen fölmerült a mezőberények közérzete javítása érdekében, vagy éppen ténylegesen a élhetősbé tételében, a település élhetőbbé tételében. És legalább olyan jó évet kívánok mindenkinek, mint a 2017-es volt. Ha jól lesz, akkor annak nagyon örülünk. Ha csak olyan lesz, mint a tavalyi nál, akkor sem lesz okunk panaszra. És ezzel kívánok valamennyiknek boldog új évet, sikeres, eredményes, boldog új évet, de mindenek előtt egészségben megélt évet kívánok mindenkinek. Köszönöm a megtisztelő figyelmet. Sonti, most már vegyél fel. Ez a mentes? Nekem mentes. Tudom, nem ismerkedsz vele. Alkoholos mentes. Zsuzsi, máj már oda létszős a másik. Bogárné Szőke Erikát köszöntöm, aki a Népi Díszítőművész Körnek a vezetője, és körülötte itt vannak a Népi Díszítőművész Körnek a tagjai is. És miután a tavalyi évben a mezőberény kultúrájáért elismerést ők kapták, így most övé a lehetőség, illetve a megtiszteltetés, hogy önöket köszöntheti, és egy pohár köszöntőt mondhat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon sok szeretettel köszöntöm önöket ezen a szép rendezvényen. A csoportot 5. éve vezetem, ez egy nagy múltú díszítő művészeti kör, és nagyon nagy öröm számomra, hogy ezt folytathatom tovább. A közösség építésen túl nagyon jó az együttműködésünk az Orlai Petrécsoba kulturális központtal és a város vezetésével is. Mezőberény város hírnevét visszük az országos pályázatokon alkotásainkkal. Az elmúlt évben is 3 nagy pályázaton szerepelt az Orlai Petrécsoba kulturális központ neve. Nagyon nagy megtiszteltetés és öröm volt számunkra, hogy az elmúlt évben a város kitüntetett bennünket a város kultúrájáért címmel, és ez igen nagy öröm és igazolja tevékenységünket. A csapatunk jelenleg is aktív, most az országos textiles konferenciára készülünk, és hát hamarosan lesz majd a nagy megmérettetés. Én kívánom önöknek is, hogy aktivitásukkal, tevékenységükkel önök is járuljanak hozzá Mezőberény város hírnevéhez, és nagyon-nagyon jó egészséget kívánok önöknek ehhez, és kedves egészségükre. Köszönjük szépen a biztató szavakat!
boldog új évet. És kérem, fogyasszanak. Tapsoljunk.